Szent Mise keretében tartották Andrási Gyula családjának szimbolikus újraegyesítését tőketerebesen. Az 1890-ben elhunyt államférfi, magyar miniszterelnök, osztrák-magyar külügyminiszter, családjának egy része a kelet-szlovákiai városban, a Kastélyparkban állított mauzóleumban, míg gyermekei a magyarországi polgárdiban lettek örök nyugalomra helyezve. A polgárdiban lévő kastélykertből származó földdel három urnát helyeztek el a tőketerebesi mauzóleumban. Tőketerebesen egy gyönyörű park közepén található a Délzempléni Múzeum épülete, az egykori Andrási kastély. A kertben található mauzóleumban nyugszik Andrási Gyula, a monarchia egykori külügyminisztere. Gyermekét viszont polgárdiban helyezték örök nyugalomra. A polgárdi kastélykertből származó földdel három urnát helyeztek el pénteken a Tőketerebesi mauzóleumban. Ezzel szimbolikusan egyesítették az Andrási családot. Tőketerebes polgármestere szerint így a két országot és nemzetet is közelebb hozták egymáshoz. Úgy gondolom, az Andrási család tagjainak a sorsa azt szimbolizálja, hogyan lehet összekötni a szándékot és az utat mindkét nemzet javára. Most összefonultak az útjaik azoknak a családtagoknak, akik az osztrák-magyar monarchia szétesése következtében elszakadtak egymástól. Ma, amikor két különböző országban élünk, az Andrási család élet tudja, munkássága és sorsa példaként szolgálhat sokunk számára, mondja a város polgármestere. Andrási Ilonát, Andrási Gyula leányát 1952-ben temették el Polgárdiban. Amikor Polgárdi polgármestere és római katolikus plébánosa másfél évvel ezelőtt tőketerebesre látogatott, akkor fogalmazódott meg a család szimbolikus újraegyesítése. Ez rendkívül fontos esemény, nem csak történelmi szempontból, de társadalmi és etikai szempontból is, hisz megtörténtek az első lépések az együttműködés útján. Ráadásul felvettük a kapcsolatot a Tőketerebesi Kastély francia kertjének a tervezőjének unokájával, Flament Krisztinával, aki szimbolikusan egy platánfát hozott és ültetett el a kastély parkjában, mondja az intézményvezető. A tőketerebesi kastélyt három évvel ezelőtt felújították. Egykori tulajdonosairól és a vidék meghatározó személyiségeiről. A múzeum állandó vagy időszakos tárlatokkal emlékezik meg. A múzeum 14 éve szervezi meg az Andrási napokat tőketerebesen.